Tehát akkor az akkumulátorhoz is, meg az akkumulátor nélkül is azért vannak olyan kiegészítők, amik nagyon hasznosak tudnak lenni egy vállalkozásnál, meg egy háztartásnál is. Igen. Mik ezek? Ugye a smart méterekről beszéltünk, ő itt ugye az egyfázisú, külön van egyfázisra, illetve háromfázisra. Maga a mérő az egy háromfázisú. Ez egy nagyon ügyes és okos kis szerkezet, forgattunk róla külön videót. Igen. Lehet nézni az exportálást és importálást, igen, illetve a helyben fogyasztását az ingatlannak. De ugyanakkor azért egy hibaforrás is tud lenni, és néha igen, nekünk is ki kell visszaszaladni, meg igen, javítani. Nagyon fontos a bekötés, hogy jól legyen bekötve, különben teljesen fals adatokat fog mérni, illetve mutatni is, és ugye ezáltal nem is fog jól működni mondjuk egy akkumulátoros rendszer, hogyha a mérő nincsen jól bekötve. Igen. De hogy őszinte legyek, ezt minden háztartásnak, meg vállalkozásnak javasolnám, mert ezzel egy tudatosabb energiamenedzsmentet tud működtetni. Igen. Vannak olyan ügyfeleink, akik akár télen, ha jobban süt a nap, lekapcsolják a gázt, beindítják mondjuk a hűtő-fűtő klímát, mert akkor helyben termelt árammal tudnak fűteni. Igen. Tehát a dekarbonizáció ékes példája. Igen, és ugye ha nincsen smart meter, akkor ő nem látja a fogyasztását házának, igen, hogy most van fölös energia, amit el tudunk mondjuk fűteni. Igen. Tehát ugye ezt szeretjük, és igen, nagyon szépen vizuálisan, színesen megjeleníti a igen, Fusion Solar egyébként, Huawei-es alkalmazást. Igen. És egyébként ő is a kijelzőn is mutatja az összes mért adatot, nyilván egyszerűbb a Fusion Solar alkalmazáson nézni, de ha valakinek igénye van, akkor itt is tudja kijelzőn nézni. És ugye ő a háromfázisú, háromfázison egyébként magában a mérőben nincsen különbség a 100 amperes meg a 250 amperes között, az eszköz teljesen ugyanaz, a különbség az ugye magában a lakatokban van. Ugye ő, látod, ez szép nagy darabok, ugye wow, ő a 250 amperes, aha, ugye ekkora, hát még hüvelykújadnál is nagyobb betáp vezetékre lehet rárakni, és velük tud együttműködni, ugye a 100 amperes be annyi a különbség, hogy ezek a lakatok kisebbek. De kisebb átmérőjük kábel megy bele. Igen, és az, maga az egész lakat is kisebb, durván a fele egyébként méretre, mint ez a nagy 250 amperes, de azt is kint hagyjuk, megnézhetjük, hogy hogyan is néz ki. Nem muszáj, de ezek is elérhetőek. Igen, ezekből ugye bőven van raktáron mindig. Aksis rendszerről beszéltünk még, ugye ez mindenképp akkor szükséges hozzá. Mi kell még ahhoz, hogy működjön? Három fázisú ugye aksis rendszerhez a smart meter az elengedhetetlen, hogy legyen egy a rendszerben. Most az, hogy 100 vagy 250 amperes, az ilyen szempontból mindegy. Még ugye ami kell, hogyha 10 kW-os inverter fölötti inverterről beszélünk, akkor ugye jönnek szóba a külön dangle, mivel hogy ugye nincsen a csomagolásba, és a dangleből is ugye van két fajta. Van egy, amit a 10-es inverterig adnak a csomagolásba a Wi-Fi-s, illetve van egy másik, a 4G-s, amiben ugye SIM-kártyát tudunk rakni, és akkor mobil adatkapcsolaton van folyton az inverter és a management system között a kapcsolat. És ebből is lesz új széria? Belőle is jön az új fajta, ami ugye idén jön ki. Olyat fog tudni szintén a 4G-s, hogy lesz benne gyári beépített Wi-Fi, tehát nem kell külön először beüzemelni az invertert, majd utána utólag bedugni a 4G-s dangle-t, hanem magára a 4G-s dangle-re fogunk tudni rácsatlakozni, és azon keresztül beüzemelni magát az egész invertert. Úgyhogy ők is ugye még ami a kommunikációs részhez úgymond elengedhetetlenek, illetve aksis rendszernél, hogyha ugye szeretnénk megvalósítani részbe szigetüzemet, tehát ugye mondjuk áramszünet esetén is szeretnénk, hogy legyen valamilyen szinten energiaellátásunk, akkor kell az úgynevezett ugye backup box, amit az inverter és a visszatáplálási pont közé kell beépíteni, tehát ezen keresztül táplál vissza az inverter, és vele azt tudjuk elérni, hogyha mondjuk háromfázisú rendszerünk van, az áramszolgáltató oldaláról elmegy a betápunk, tehát áramszünet van, akkor a backup box leválasztja az egész hálózatot a napelemes rendszerről. Igazából három mágnes kapcsoló van benne, ami ugye ezt meg tudja tenni, és onnantól kezdve nekünk ergo van egy sziget üzemünk, ott ugye egy fázison tudunk belőle kivenni direkt erre az áramkörre kikötött. Ez a kritikus fogyasztói kör. Viszont igen, ez egy kritika, illetve egy fejlesztési terület, ami már most zajlik, hogy három fázison is működhessen ez. Igen, ez is ugye ki fog jönni nekik a backup boxból. Egyébként a backup box ugye most külön van egyfázisú, illetve háromfázisú inverterekhez, de mindkettő csak egyfázison tud nekünk 2,5 kW-ot ugye visszadni, vagy kicsit többet, hogyha egyfázisról van szó.
de jön nekik ugye a három fázisú is, ami ugyanúgy azt fogja tudni, hogy három fázis áramszünet esetén ő három fázison tud nekünk visszatáplálni akkumulátorról vagy DC teljesítményről. Ezért ez lenne a legtöbbször a felhasználási. Igen, mert ugye ezzel eset. El tudjuk érni szinte azt, hogy nem kell átkötni a meglévő hálózatot, hanem amit termel az inverter, egyből tudjuk felhasználni három fázison a házba, semmi átkötés nem igényel. Azért egy ilyen rendszert megépíteni villanyszerelési oldalról szintén két emberes, és azért két teljes munkanap el szokott vele menni. Igen, hogyha ugye akkumulátor, backup box, okosmérő, maga az inverter, és mondjuk még nagyisten valami nyomvonalbeli problémák vannak, vagy sokat kell kábelezni, akkor itt azért van bőven annyi kábelezési munka kivitelezéssel kapcsolatban, hogy két napba bőven bele tud igen, férni. Hát így érdemes kalkulálni. Igen. De ebben is azért nyújtunk segítséget, technikai szupportot, hogyha tőlünk vásárolnak a nagykereskedésen, a lakosságnál meg természetesen igen. magától értetődik. Úgyhogy mi van még? Még, ami ugye van a másik két fajta mérő, ugyanúgy van három fázison a 100 amperes, illetve van egy fázison is, azt ugyanúgy is megnézhetjük. Egyébként ugyanaz, kibontani. Csak ugye az egy fázisúnál nem három lakatunk van a három fázisnak, hanem csak egy lakat, mert ugye egy fázist mér. Illetve még, ha nagyobb rendszereket nézzük, akkor ott ugye kommunikációs egység, a dongle mellé, vagy igazából a helyett maga a smart logger. Na, ezt bontsuk ki. Ez már jellemzően nem ez már nem a lakossági méret. Így van. Vagy ha lakossági, akkor ott is így az 50-hez közel, ha több inverter van, vagy mondjuk több inverteren több akkumulátor, akkor van neki a szerepe. Ugye szintén gyári kábeleket adnak hozzá leírással együtt, egy antenna, hogy helyileg rá tudjunk csatlakozni a loggerre. Internetkábel, hogy ugye, mert hogy a logger csak kábelesen tudja fogadni a netet. Ugyanúgy megvan neki ugye a tápegysége, amit ugye be kell kötni hálózatba, és maga a logger, ami pedig így néz ki. Tehát ez is egy kis szép, ez mindenképp ez fontos megjegyezni, hogy az eddigi eszközök, a métert is leszámít, vagy akkumulátor, inverter, backup box, ezek opcionálisan lehet ugye kültérre helyezni, őt viszont csak beltérre. Értem. Tehát őt nem lehet kültérre elhelyezni, ő egy beltéri eszköz. Ugye nincs is rajta semmilyen szinte, semmilyen IP védelm, ugye víz be tud hatolni, tehát mindenképp beltéren kell elhelyezni. Persze. És vele lehet megvalósítani azt, hogy mondjuk ugye a dongle például 10 invertert tud összefogni, és a 10 inverterrel tud kommunikálni, a logger már 80 inverterrel tud, tehát kicsit nagyobb ugye a skálázás, illetve rácsatlakoztatott eszközökbe is a dongle ugye 10 csatlakoztatott eszköz tud lekezelni, és ebbe ugye beleszámít az aksit is, tehát itt, amit összeraktunk, ez már két egységnek számít. Ha emellett van egy inverter, akkor már ugye három egység, ő maga is egy negyedik, tehát így a 10-et hamar el lehet érni, ugye vele ez a szám, ez skálázódik fölfelé, tehát vele jobban össze lehet fogni nagyobb rendszereket is, és rajta keresztül tudjuk igazából az összes invertert, akkumulátort, minden eszközt, ami rajta van, csoportosan kezelni. Tehát úgy értem, ha most van rajta 10 inverter, akkor mind a 10 inverternek a beállításait egyszerre tudjuk, nem kell külön-külön végigmenni a beállításokon, mind a 10 inverteren, hanem csak rajta megmondjuk, hogy mindegyik inverteren állíts be ezt, és ő beállítja. Nagyon okos, tetszik. Igen. Az optimalizálók maradtak még hátra. Ezt igen. Nézzük meg, hogy miért javasoljuk. Ja, most itt kétfajta optimalizálónk van, ami kinézetre ugyanúgy néz ki. Semmi különbség nincs köztük. A valóbéli különbség az ugye az, hogy az egyik az egy 450 wattos, a másik pedig egy 600 wattos. Ugye itt a bemenő teljesítmény függvényébe alkalmazandó, hogy melyiket választjuk. Ugye, hogyha 450 watt alatt van a panel, akkor ugye elég a 450-es, hogyha 600 watt alatt, de 450 fölött, akkor ugye értelemszerűen a 600 wattos. Mert azért megjelentek nagyobb panelek, azért is ez egy új termék igen. a palettán. És e fölött még van? Ugye az... Fölötte van az 1100-as, meg az 1300-as, azok már ugye két panelre való optimalizálók, tehát két panelnek a működését tudja ő egyszerre szabályozni, és így tudunk ugye köröket kialakítani,
ugye ő már az 1100-as, meg az 1300-as is, amit az előbb beszéltünk az 50-es inverterrel, kompatibilisak, tehát rájuk lehet rakni. Ők inkább a majdnem azt mondom lakossági felhasználásra. Nagyon jó, szeretjük ezeket is, van mindig raktáron elérhető. Igen. Én úgy gondolom, hogy szinte mindent próbáltunk bemutatni, ami a Huawei napelemes termékpalettáján található. Remélem, hogy hasznos videó volt, és a www.solarkit.hu és a www.solar-kit.eu oldalon elérnek minket. Telefonon, Viberen, WhatsAppon, mindenhol meg lehet keresni minket, segítünk technikai útmutatásban és szupportban is. És reméljük, hogy minél több napelemes rendszer lesz országosan és regionálisan Általunk. Is. Általunk. Köszönöm szépen, Norbi. Köszönöm, Marci.